Szeretettel köszöntelek, Németh Érika vagyok. Miért nem tudsz elengedni? Miért olyan elképesztően nehéz az elengedés? És hogyan próbáld ezt sikeresen az úgynevezett lufi technikával, amit kitaláltam neked? Nézzük, hogy miért is olyan nehézkes ez az elengedés. Nagyon sokan jöttök hozzám, és már tudom, hogy az elengedés alatt azt értitek, hogy szeretnétek megszabadulni egy párkapcsolatból. Valamiért egy párkapcsolat nem működött, és szeretnétek azt lezárni. Nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi történik ilyenkor, miért akarod lezárni ezt a kapcsolatot, és miért olyan elképesztően nehéz. Nézzük meg, hogyan érted félre az elengedés szót. Amikor ki akarsz szabadulni egy párkapcsolatból, akkor tulajdonképpen az történik, hogy a párod nem akar úgy viselkedni, nem akar úgy szeretni, nem akar úgy figyelni rád, ahogyan azt te szeretnéd. Ezért megkondul benned az elmédben a vészharang, hogy ideje továbbállni, mert ebben a kapcsolatban már nem fogod megkapni azt, ami számodra a boldogságot jelenti. Jól látom? Ekkor megfogalmazod, hogy el kell engednem ezt a párkapcsolatot. Az elengedés alatt pedig legtöbbször azt érted, hogy ki akarod törölni az emlékét, nem akarod, hogy többet eszedbe jusson, nem akarsz rá gondolni sem, mert az neked folyamatosan fájdalmat okoz. Egyszerűen szeretnél egy csettintésre másnaptól boldogan továbbállni. Miért ilyen nehéz ez? Azt gondolod ilyenkor, hogy a szíved harcol az eszeddel. Az egyik tovább lépésre buzdít, a szíved pedig marasztalásra. Azonban ez egy tévedés, nem ez történik valójában. Az elmédnek két alapprogramja viaskodik egymással, nem a szíved és az eszed. Nézzük csak meg ezt alaposabban. Az elméd két alapprogramja, az egós elme két alapprogramja, a félelem, vagyis a veszteségtől való félelem, és a birtoklási vágy, a birtoktudat. Az egyik programod, a félelem program a következőt mondja a buksitban. Nem biztonságos számodra ez a kapcsolat, menj tovább, itt már nem terem neked babér, nem tudod megkapni ebben a kapcsolatban azt, amit szeretnél, és ez a kapcsolat, ha benne maradsz, folyamatosan sérülést és fájdalmat fog okozni. Menj tovább, menekülj! A másik program pedig a következőt mondja. Ő az, akivel azonosítottam a boldogságomat. Olyan szép perceket éltem meg vele, a párommal. Őt szeretném. Hozzá vágyom, azt szeretném, ha ő lenne mellettem. A birtoklási programod és a félelem program, ami most ebben a pillanatban egymással összeütközésbe került. Amikor az elméd két alapprogramja sem tud egymással egyességre jutni, akkor elképesztően szétszakítottnak érzed magadban az egységedet. Olyan, mintha önmagaddal kerülnél folyamatosan harcba. Tovább lépni, vagy maradni. Tovább lépni, vagy maradni. Egyik sem biztonságos igazából, de nem látod ilyenkor a kiutat. Ekkor határozod el, hogy akkor hallgatsz az okosabbik énre, hiszen itt már nem terem babér, és tovább akarsz lépni. Az elengedés azonban így nem fog működni. Amikor elhatározod, hogy ki akarod magadból törölni az emlékeket, az élményeket, a szenvedélyt, a vágyat, a közös jövő ígéretét, a reményeket, akkor olyan, mintha le akarnál nyesni magadból egy részedet. Képzeld el, hogy mindezt a sok mindent, ami a párodhoz fűződik, legyen ez az emlékek, az élmények, a tapasztalások, boldog megélések, a vágyak, a közös jövő ígérete, a remény, mindent belepakolsz egy hatalmas nagy lufiba vagy labdába. Ez mind a részed már. Ezt nem tudod csak úgy egyszerűen kitenni magadból, mert képzeld el, hogy ennek a helyén egy oltári nagy űr keletkezne benned. Minél jobban meg akarsz szabadulni ettől a részedtől, annál nagyobb lesz az űr benned. Ezt talán érzed is. És be is láthatod, hogy soha eddig így nem sikerült elengedned. Elengedni azt jelenti, hogy megengedem létezni a dolgokat. Elengedni nem azt jelenti, hogy kiszakítom magamból erőszakkal, hanem azt jelenti, hogy nem szorítom, hanem engedem, hogy létezzen úgy, hogy nem akarom uralni, nem akarom irányítani, nem akarom eltüntetni, nem akarom mozgatni. Vagyis képzeld el, hogy a figyelmed, mert hogy az elméd figyelméről van szó, ez véges.
Kezdődik valahol a figyelmed, és véget ér valahol a figyelmed. A kettő közötti részben pedig most, amikor arra törekszel, hogy elengedd a párodat vagy a párkapcsolatodat, ez a hatalmas nagy lufi tölti ki a figyelmedet. Az a lufi, amiben benne van minden, amit a párodhoz kapcsoltál. Benne van a vágy, a szenvedély, a múlt, az emlékek, a tapasztalás, az élmények, a közös jövő ígérete és a vele kapcsolatos reményeid. Minél jobban gondolsz arra, hogy ezt el kell engedni, a figyelmeddel annál inkább táplálod ezt a lufit, és annál inkább növeszted. A figyelmed kezdetétől és a végéig minden figyelmedet ez a hatalmas nagy lufi tölti ki. Már nem látsz se balra, se jobbra ettől a lufitól. Mindent a lufin keresztül látsz. Ezt éled is, mert elmész az utcán valamerre, és azonnal eszedbe jut egy emlék, amit vele éltél meg. Meglátsz egy párt az utcán, és azonnal eszedbe jut, hogy azok ti is lehetnétek. Mindent ezen a hatalmas lufin keresztül látsz. Mindaddig, amíg küzdesz magaddal, amíg a figyelmed nagy részét ő köti le. Mit tegyél hát? Ha kitörölni nem tudod, ha lenyesni nem tudod, és ráadásul ki sem látsz tőle. Egyszerűen azt csináld, hogy engedd meg, hogy létezzen ez a lufi. Vedd tudomásul, hogy ő a részed, minden emlékével, élményével. Vedd tudomásul, hogy innentől kezdve napokig, hetekig, hónapokig, és lehet, hogy évekig minden nap eszedbe fog jutni. Azért, mert ez így természetes. És ha eszedbe jut, az nem azt jelenti, hogy te béna vagy, mert már nem tudsz elengedni, hanem ez azt jelenti, hogy része vagy egy természetes folyamatnak. Aztán vedd tudomásul, hogy mindez, amit így hordozol vele kapcsolatban, az a te részed, sőt, erősít téged. Ez a nagy puttony, ez a hatalmas nagy lufi, mint egy elképesztően erős háttér, ad neked erőt ahhoz, hogy a következő kapcsolataidat, a következő élményeidet begyűjtsd. Kovácsolj erőt ebből a hatalmas lufiból. És miközben ez a lufi itt van a figyelmed középpontjában, gyűjts élményeket. Próbáld a figyelmedet, ezt a figyelem szakaszt, minél inkább megtölteni más dolgokkal. Adj egy kis lufit a hobbidnak, adj egy kis lufit a barátaidnak, adj egy kis lufit egy könyvnek, egy edzésnek, egy kirándulásnak, minél több mindennek. És akkor azt fogod tapasztalni, hogy a hatalmas nagy lufi elkezd zsugorodni, hisz a figyelmed véges, és ide befért több kis lufi is. És minél inkább zsugorodik a nagy lufi, annál könnyebben fogsz már tovább lépni. Nem akarod megtagadni, tudod, hogy a részed, de szépen lassan idővel a párodhoz kapcsolódó lufi és minden tartalma elkerül arra a polcra, ahová való. És innentől kezdve, mint a múltad egy hatalmas erőforrása, erősít majd téged a jövőben. Kitörölni ne akart, engedd, hogy létezzen. Mert így erőt tudsz belőle kovácsolni, és így tudsz nyitni a jövőben. Az elengedés azt jelenti, hogy megengeded, hogy létezzen. Cseréld le az elengedés szót megengedésre, és már is könnyebb lesz. Kívánok neked kalandos utazást az önismereted útján, és az önmagadról való felismerések útján. Ehhez a videóhoz hasonló írásokat találhatsz a tündérszív.hu blogban, ahol nagyon sok szeretettel várlak. A blog cikkei segítenek önmagadra találni, segítenek megtalálni önmagadban az egységet és boldogságot, hogy aztán a párkapcsolati működéseid is sokkal inkább téged szolgáljanak, a közös egységet és a közös boldogságot. Kívánok neked szép napot, sok pénzt, sok sikert, jó egészséget, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak kívánnál még. Köszönöm, hogy velem tartottál.